A magyar gazdaságra is hatással lesz a Volkswagen botrány. Szakemberek szerint már csak a mértéke a kérdés. A nemzetgazdasági miniszter szerint úgy próbálják kompenzálni a botrány okozta hatásokat, hogy más iparágakat próbálnak meg felfejleszteni. Az egyre gyűrűző Volkswagen botrány az Audin keresztül most már biztosan érinteni fogja a magyar gazdaságot. Szakemberek szerint már csak az a kérdés, milyen mértékben. Ennek a hatásai beláthatatlanok. A pénzügy kutató legfrissebb prognózisában is megemlíti a botrány hatásait. A kutatók szerint a magyar GDP alakulására is negatívan hathat a botrány. Nagyon nagy súlya van a járműipari exportnak, kivitelnek, és ezt még nem látható, hogy milyen mértékben, de valamilyen módon bizonyára negatívan fogja befolyásolni ez a botrány. A Société Générale elemzői pedig arra figyelmeztetnek, ha mélyül a botrány, az a kelet-európai országoknak fog fájni leginkább, pont a gazdasági szerkezetük miatt. A magyar gazdaság húzó ágazata az autóipar, tavaly csaknem 6500 milliárd forintot termelt a közúti járműgyártás. Ez a teljes ipari termelés több mint 22%-a, az exportnak pedig több mint a 10%-a. Pont ez okozhat problémát. Emiatt már a Nemzetgazdasági Minisztériumban is kiszámolták, mekkora károkat okozhat a botrány. Attól függően, hogy milyen mértékben fogja vissza az autóvásárlásokat Európában, nyilván hatni fog ránk is. Tólig határokat tudok önnek mondani, 0,3-0,6 is jelentheti a gazdaság teljesítményének. Tehát ez egy olyan komoly súlyú ügy, hogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell a magyar gazdaságpolitikának is. A kormány úgy próbál kompenzálni, hogy más iparágakat akar felfejleszteni. Ilyen a gyógyszer, az informatika vagy a feldolgozóipar. Varga Mihály szerint nem kell csökkenteni az autóipar termelését, csupán a többit emelni. Így lehet csökkenteni a gazdaság sérülékenységét. A másik eddig nem mért negatív gazdasági hatást a menekült krízis okozhatja. A külgazdasági miniszter arról beszélt, vigyázni kell, hogy a politikai konfliktusok ne generáljanak gazdasági visszaesést. Szijjártó Péter úgy látja, Magyarország a nyugati országoktól nem távolodik el, az arab térséggel azonban veszélybe kerülhetnek a kapcsolatok.